A tiszadobi 2700 négyzetméteres Andrássy kastély a franciaországi Loire folyó menti kastélyok mintájára épült 1880 és 1885 között. Az épületet az Osztrák-Magyar Monarchia első külügyminisztere Andrássy Gyula építette. A soktornyos kastélyt neogótikus romantikus stílusjegyek jellemzik, a Tisza partjához közel magaslaton épült, így kiemelkedik az ártér lapájából. Udvarán angol kertet alakítottak ki még az 1880-as években, a buxus labirintus azóta is a park égköve. A tiszadobi kastélyt 2,2 milliárd forint uniós és hazai forrás segítségével legutóbb 2014-ben újították fel. Az első fejlesztési ütemhez kapcsolódva további beruházásokra a GINO program segítségével további közel 1 milliárd forintot biztosítanak. Olyan új kertesi installációk jönnek majd létre, ami az Andrássy családra emlékezik meg elsősorban, ugyanakkor emellett életmódtörténeti érdekességekkel szolgál, gasztronómiai érdekességekkel szolgál, bemutatja az épület falai között zajló egykori életet a 19. század végén, és a kastély üzemszerű működését szintén górcső alá veszi. A látogató szembesülhet azzal, hogy milyen volt a hétköznap és milyen volt az ünnep egy ilyen historizáló kastélyban a 19. század végén. Virág Zsolt beszédében hozzátette, a megyében a Kisvárdai Vár és a Komlót-Tótfalui Becski kúriára további mintegy 2 milliárd forintot biztosít a nemzeti program. A tiszadobi kastélyban jelenleg herendi porcelánból megterített főúri asztalt és további használati tárgyakat láthatnak a látogatók. A kiállítás a főúri pompa az Andrássy család asztalán címet kapta, hiszen a 19. században létrehozott manufaktúra termékei elsősorban a királyok és a császárok kedvelt tárgyai voltak. A herendi porcelán manufaktúra évente 10-12 ehhez hasonló tárlatot szervez ország és világszerte. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy egy újabb állomáshelyére érkezhetett el a herendi porcelán, ebbe a gyönyörű, nagyon szépen felújított tiszadobi Andrássy kastélyba. Nem az első alkalom, hogy Andrássy kastélyt látogatunk meg, hiszen néhány évvel ezelőtt a Felvidéken a Betléri Andrássy kastélyt is meglátogattuk, és ott is megmutathattuk azokat az értékeket, amelyet ma Herend képvisel. Mert azt is őszintén és nagyon nagy örömmel tudjuk mondani, hogy nagyon nagy választék van a herendi formában és dekorációban. Herend 16 ezer fehér formával, 4 ezer festett mintával, mintegy 64 millió különböző termékkel rendelkezik. A tiszadobi kastély a kiegyezés évfordulója alkalmából számos kulturális rendezvénnyel készül ebben az évben. A jelenlegi tárlatot csak a húsvéti négynapos ünnepi időszakban már közel 3000-en keresték fel.